Jó estét, ez a 35 perc a Kölcsei Televízió közéleti műsora. A mai adás különleges, mert egy vendéget hívtunk, de számtalan témát megbeszélünk. Vendégem Szijjártó Péter, külgazdaság és külügyminiszter, jó estét kívánok! Jó estét kívánok, köszönöm a meghívást! Köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat, miniszter úr. Napkoron járt, ott egy termelőberuházás, egy bővítés bejelentésén volt, amelyet a kormány is támogatott. Milyen beruházás volt ez, és mennyivel is miért támogatta a kormány? A napkor több szempontból is most már felkerült a magyar gazdaság legalábbis nemzeti, de most már egyre inkább nemzetközi térképére. A GameTech nevű cég működik ott, amely egy 100%-os magyar tulajdonban lévő vállalat. Hosszú távú együttműködésünk van velük tekintettel arra, hogy nagyon sokat termelnek exportra. Magyarországon a darugyártásnak az egyik vezető vállalatáról beszélünk, mint egy 450 embernek adnak napi megélhetést. A GameTech most már a kilencedik gyártógyárnokát húzta fel, amivel tovább növeli a gyártókapacitását. Most lehetővé válik az, hogy kizárólag magyar eszközökből, magyar elemekből épített darukat gyártsanak. Ezeket a darukat gyakorlatilag a logisztikai központok, vagy a nagy tengeri vagy folyami kikötők mindegyikében most már el tudják szállítani már most is népszerűek a GameTech termékei egyébként világszerte, tehát Csehországtól, Svédországon keresztül, Egyiptomon át, a Dél-Afrikai Köztársaságig megtalálhatjuk a kikötőkben, vasúti konténerterminálokban az ő daruikat, illetve a darukhoz gyártott eszközöket és alkatrészeket. Most ezzel a beruházással újabb, újabb 2 milliárd forintnyi beruházást hajtottak végre, 900 millió forintos támogatást kaptak hozzá a kormánytól, és a 60 százalékos exporthányorukat még tovább tudják növelni, tehát napkor, a magyar gépipar és azon belül is a magyar darúgyártás egyik központjává nőtte ki magát. Ugye ön vezeti nem csak a minisztériumot, hanem a gazdaság újraindításáért felelős operatív törzset is. Fél évvel ezelőtt beszélgetünk akkor Kisvárdán, akkor is számos érdekességet mondott el arról, hogy a, a törzs miben gondolkodik a megyei fejlesztések illetően. Most vannak-e olyan tervek, olyan ötletek, amelyek a megyét érintik, és foglalkozni fog vele majd ez a testület? Van természetesen, ezek elsősorban most Nyíregyházához kötődnek. Tekintettel arra, hogy régóta dolgozunk azon, hogy Nyíregyházára igazi nagy beruházás jöjjön. Ugye a város eddig is vonzó volt, mondhatjuk azt, hogy a nemzetgazdasági szempontból nézve közepes, a fölötti beruházásból már jött több is ide, de egy igazi nagy áttörés még, még hiányzott, mint ahogy ugye Magyarország nagyvárosaiban is meg tudjuk mondani, hogy mi az a zászlós hajó, mint Miskolcon a Bors, Győrött, az Audi, Kecskeméten a, a, Mercedes, Debrecenben most majd a, a, ugye a, BMW, és, és Nyíregyháza kapcsán is, ha minden jól megy, akkor hamarosan beszámolhatunk egy ilyen nagy zászlós hajó beruházásról. A város munkaerő szempontjából szempontjából kifejezetten vonzerőt jelent a, a nagy külföldi beruházó vállalatok számára, hiszen ma Magyarországon egy olyan kihívással nézünk szembe, ami jó kihívás, mert arról szól, hogy a munkanélküliség alacsony, aki akar, szinte mindenki tud dolgozni, így a vállalatok úgy vakarják a fejüket, amikor arról van szó, hogy újabb és újabb munkaerőt kell felvenni. Gondoljunk bele, 2010-ben 12%-os munkanélküliségnél pont ennek az ellenkezője volt, tehát mennyivel jobb ez a helyzet, mint volt akkor. Éppen ezért Nyíregyháza az itteni felsőoktatás és a középfokú szakképzés magas színvonalának köszönhetően az ott hallgatók magas számának köszönhető kifejezetten vonzó most a beruházó vállalatok szemében. Természetesen infrastruktúrát is kell ehhez biztosítani, közlekedési és energiállátási infrastruktúrát is, ezért legutóbb, múlt héten az operatív törzsülésén jóvá hagytuk a nyíregyházi ipari part további fejlesztéséhez szükséges terveket és forrásokat. Ezt a döntésünket a kormány is jóvá hagyta, elmúlt héten szerdán, úgyhogy nemzetgazdaságilag kiemelt beruházással nyilvánítottuk Ezeket a, a fejlesztéseket, beruházási célterületet állapítottunk meg, úgyhogy Kovács Ferenc polgármester ott is volt a, a, az operatív törzs ülésén nem kellett nagyon győzködnie az operatív törzs tagjait, tehát, egy Nyíregyházára remélhetőleg most már egy igazi zászlós nagy beruházást tudunk hozni. Éppen egy hete volt vendégünk, és nagyon optimistán nézett a jövő elé, úgyhogy bizonyára így lesz majd. Lehet azt valahogy kategorizálni, hogy mondjuk a megye milyen jellegű gazdasági tevékenység számára vonzó, hogy itt van mezőgazdaság, van élelmiszeripar, van ugye, mint a gémtek is, ilyen jellegű gépipar, vagy ezt nem, nem lehet tudni? Hát nézze, azt tudom önnek mondani, hogy szabolcs szatmár bereg megye számos előnyel rendelkezik, amit sok ideig, sokáig nem tudott kihasználni. Hála jó Istennek mostanra ez a helyzet teljes mértékben megváltozott. A megyei vezetés, a városvezetése kifejezetten rugalmasan állnak hozzá, Ezekhez az ügyekhez kihasználják a logisztikai előnyöket határmenti megyéről. Beszélünk a kelet-nyugat irányú közlekedés egyik főütőerén. Van a megye, azok a mezőgazdasági és élelmiszeripari hagyományok, amelyek messzeföldön híresek, azok egyértelműen predestinálják a térséget arra, hogy, hogy ezen a területen még többet tudjon tenni, még jobb legyen. És hát ugye vannak itt azok az ipari hagyományok, amik alapvetően a, a gépiparra vagy az autóipari beszállításra adnak újabb lehetőségeket, ugye élelmiszeripari terén az egyik legnagyobb magyar vállalat, a Mastergood is itt van a, 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 a megyében. De egyébként amikor a tavalyi év számait nézem, akkor azt látom, hogy 60 nagy beruházást tudtunk támogatni ebben a, a megyében, a kormányzati támogatással, ez a 60 beruházás 120 milliárd forintnyi, összeget jelentett. Ebből 26 milliárd forint a kormányzati támogatás, és ennek nyomán 12 ezer munkahely jött létre, illetve menekült meg a világjárvány hatásaitól függetlenül. Ez a harmadik helyre teszi szabolcs már bereg megyét a megyék közül a beruházási aktivitás tekintetében. Szerintem, ha itt is visszanézzük ezt a 10-12 évet, amit előbbi említettem, akkor, akkor ez a megye sokkal másabb és sokkal rosszabb a helyzetben volt. Úgyhogy az elmúlt 10-12 év elképesztő fejlődés hozott a megye életében. Ja, a múlt év gazdasági szempontból az országban kifejezetten jól sikerült, ugye a családok is így aztán hozzájuthatnak most az eszélye visszatérítéshez. Ez az év is bizonyára jó lesz. Meddig lesz szükség mondjuk a gazdaság újraindításáért felelős operatív működésére? Meddig tarthat ez a válság, vagy mikor, jöhet, mikor mondhatjuk azt, hogy na, most már akkor kijöttünk belőle? Hát nézze, ugye a világgazdaság az elmúlt években is már úgy működött, hogy folyamatosan kellett, tehát folyamatosan szóval versenyhelyzetben voltunk. Tehát ez nem úgy van, hogy az ember meghoz néhány intézkedést, aztán hátra dől, mert hát megy magától a dolog. Ez nem így van. Mivel a világgazdaságban a kapacitásoknak az újraelosztásáért egy globális méretű verseny zajlik, ezzel aki egy pillanatra hátradő, hatalmas verseny hátrányba kerül. Tehát itt minden nap újabb és újabb beruházásokért kell megküzdeni, az itt lévő beruházások fenntartásáért kell megküzdeni, tehát itt, itt folyamatosan szükség van a gyors döntésekre. Most ezt, hogy ezt a gazdaság újraításáért felelős operatív törzsnek hívjuk, vagy bármi másnak, az ebből a szempontból már mindegy. A lényeg az, hogy a kormányzati döntéshozatal gyors és rugalmas legyen. Ezért jelent nagy előnyt a beruházás ösztönzési ügynökségnek a működése például, amely az én minisztériumhoz tartozik. Mert ott minden egyes beruházáshoz dedikált személyeket adunk, akik ismerik a beruházót, együttműködnek vele, segítjük a többi állami hivatalnál az eljárásokat. Tehát gyorsnak kell lenni. És ezt rendszerint ki is emelik a beruházó vállalatok. Itt Magyarországon minden gyorsan flottú megy. Ez nyilvánvalóan a politikai stabilitásnak a következménye, hogy. hogy van egy jó struktúrált, jól irányított politikai rendszer, ami a gazdasági életre is kifejezetten megnyugtató, és ennél fogva aztán a növekedés lehetővé tevő hatással van. A szóba került, hogy a megye határmenti megye, nagyon fontos számunkra Kárpátalja, a családi, rokonság és egyéb kapcsolatok révén. Ukrajna egy nehéz helyzet. Fél évvel ezelőtt optimista volt bizakodó, nem tudom, hogy azóta hogyan alakult a kapcsolat Magyarország és Ukrajna között, mire számíthatnak a Kárpátalján élők? Hát nézze, ez egy nagy fejfájás nekem, mert őszintén a hét szomszédos országból hattal kifejezetten jól alakulnak a kapcsolataink. Tehát a dinamikájában mindenképpen mind a hat szomszédos országgal Ukrajnán kívül folyamatosan tudunk valami olyat csinálni, ami javítja a kapcsolatokat, ami javítja az ott élő magyarság helyzetét, javítja a gazdasági együttműködést. Ukrajna vonatkozásában valahogy hiába gyakorlunk gesztusokat, hiába mondjuk azt, hogy akkor fájtlat rá, csináljuk, ez nem megy. Tehát, tehát, minden egyes gesztus után jön valami fajta negatív élmény. Amikor a miniszterelnök úr elvállalta a telefonbeszélgetés Zerenszky elnökkel a tavalyi év végén, akkor a telefonbeszélgetésen az ukrán elnök tényleg csak jót mondott rólunk, hogy mennyire szereti, mennyire jó, hogy Magyarország a szomszéd, mennyire jó az együttműködés, mennyire becsül minket, stb. stb. Ehhez képest néhány nappal később ugye benyújtották azt a törvényjavaslatot, amivel a kettős állampolgárok számára megtiltják közhivatal viselését például, amikor én a külügyminiszter kollégával találkozom, aki kifejezetten jó indulatú ember, és azt gondolom, hogy ha rajta múlna, akkor valóban ez a kapcsolatrendszer javulhatna. Uh, utána mindig van valami uh, a nemzetiségi jogokkal, nyelvhasználati joggal kapcsolatos visszalépés, egy-egy titkosszolgálati akció a magyarokkal szemben ott kárpát szóval, szóval sajnos a dolgok nem jó, irányba mutatnak, holott most is tettünk egy hatalmas gesztus szerintem, azzal, hogy lehetővé tettük 700 millió köbméternyi gázszállítását Magyarország irányából Ukrajna felé, Berek átadási ponttal az éve első három hónapjában hozzájárulunk az energiabiztonságukhoz. Ha éppen kellett küldeni oltást, oltást küldtünk, hogyha lélegeztetőgép kellett, lélegeztetőgépet küldtünk. Ha volt, hogy klóra volt szükség a víztisztításhoz, azt küldtünk, finanszírozunk az iskolákat, a kulturális intézményeket, a templomok működését a főiskola működését, és ehhez képest mindig jönnek a negatív impulzusok. És megmondom őszintén, hogy nem pontosan értem ezt, mert mert tudják az ukránok, hogy hogy Európába és a, és a transatlanti közösségbe is, tehát mind az EU-ba, mind a NATO-ba, Magyarországon keresztül vezet az út. Nem csak földrajzilag, hanem politikailag is, mert ha mi valahol uh, nem járulunk hozzá a konszenzusos döntéshozatal során Ukrajna integrációjához, akkor Ukrajna nem fog integrálódni ezekbe a szervezetekbe úgyhogy hát ez egy talány számomra, megmondom őszintén, és azt remélem, hogy egy idő után talán a józan ész talajára jobb belátásra fognak térni az ukrán barátai. valóban van ott valami háborús helyzet, konfliktus a Ukrajna túloldalán, tehát az orosz-ukrán határon, vagy ez igazából csak a politika szintjén van még. Nem, hát talán a világpolitikában, vagy a diplomáciában talán a befagyott konfliktus, talán így szokták nevezni ezeket a, az eseményeket, ott valóban van egy katonai konfliktus az ország keleti felén, Mi kiállunk az ukránok területi integritása és szuverenitása mellett, ugyanakkor én azt nem tartom elfogadható álláspontnak, hogy azért, mert az ország keleti felében nehézségeik vannak, meg katonai konfliktusuk van, azért az ország nyugati felében élő kisebbségeket büntessék. Tehát ez elfogadhatatlan. Értjük az ukránok nehéz helyzetét, de azt nem a kárpátai magyarság rész fel. Ha már itt az energiabiztonságról szó esett, Magyarország ugye éppen az ön segítségével tavaly ősszel írta alá egy hosszú távú megállapodást a Gazprommal. Ebben most lehet bízni, látszik, hogy Nyugat-Európában -e meredeken emelkednek az energiaárak, Magyarországon ez nincsen. Mennyire lehetnek biztos benne a magyar fogyasztók, hogy ez jó ideig ilyen olcsó lesz a gáz? Hát néz, én azt tudom önnek mondani, hogy én 9 éve foglalkozom külügyekkel, abból 7 évnél valamivel több időt, lassan 7 és fél évet miniszterként. Nagyon sokat tárgyaltam az oroszokkal, sok megállapodás is kötöttem velük, sok nehéz tárgyalásom volt velük, de, de az nekem egyértelmű személyes tapasztalatom, hogyha az oroszokkal megállapodunk valamiben, akkor a 100%-ig be is tartják. Tehát eddig minden aláírt szerződést, minden készfogással szentesített megállapodást betartottak, és ez, ez az energiaterén is így volt. Ha én megállapodtam Alexei Miller elnök arról, hogy nálunk még több gázt fognak betározni a magyar tározókba, akkor azt pontosan betározták, amikor megállapodtunk arról, hogy hogy szállítják a gázt, akkor úgy szállították, mikor megállapodtam velük a vakcinákról, mindig pontosan eh, szállították, amikor megállapodtam velük, hogy eh, evakuálják a bajba került magyar állampolgárok Kazaksztánból. Megtették abban az időpontban, hogy... tehát hogy, hogy, hogy... Sokszor vannak nehéz tárgyalásaink, de hát minden fontos kérdésről szól, tárgyalás nehéz, azért, mert fontos ügyről szól, ezért nem lett könnyű, de megállapodunk, az mindig tiszteltben van tartva. És éppen ezért örültem annak, hogy a tavaly szeptember végén sikerült megkötnünk ezt a hosszú távú gázvásárlási megállapodást, mert így Magyarország biztonságos, és a rezsi csökkentés vívmányait lehetővé tevő módon megoldott. Tehát amíg Uh, amíg uh, az Európa nyugati felében a gázellátás az fejfájást okoz a, a politikai vezetőknek, addig Magyarországon ez nem probléma. Az energiabiztonság egyik fontos pillére pax és az atomenergia. Ugye, állandó vita van nem csak Magyarországon, hanem Európában is arról, hogy hogyan álljunk az atomenergiához. Uh, Tudom, hogy a magyar kormány szeretné meggyőzni az uniós testületeket és a tagállamokat arról, hogy legyen akár zöld energia az atomenergia. Vannak ebben nekünk partnereink, van olyan állam, akire számíthatunk, vagy hagyományosan azt mondjuk, hogy Franciaország inkább atom, energia, párti, németek talán kevésbé. Hogyan állunk most ezzel? ez egy politikai vita, nem szakmai vita, mert szakmailag a dolog egyértelmű, a nukleáris energia zöld, fenntartható, olcsó, biztonságos módja az energia előállításának. ez nem kérdés. Hát a Paksi atomjúban éppen tegnap voltam, ott a az új Paksi erőmű működésével éves szinten 16 millió tonna dioxid kibocsátását fogjuk elkerülni. Tehát ha valaki ezután azt mondja, hogy ez nem zöld, meg nem fenntartható, az nyilván politikai okok miatt teszi. Igen, van egy, van egy éles konfliktus az Európai Unión belül, a nukleáris energiát támogató meg azt ellenző országok között, hagyományosan a közép-európai országok, ideértve a szlovákokat, cseheket, lengyeleket, horvátokat, szlovéneket, románokat, bolgárokat, mi a nukleáris energia pártján állunk. Nyugat-Európában a kép már vegyesebb, ugye nem tagok a britek már sajnos, de a britek kifejezetten nukleáris energiapártiak, és a legnagyobb EU-s tagországban, aki pártolja a nukleáris energia hosszú távú fenntartható minősítését, az Franciaország. A Franciaország energia előállítási mixében a, a nukleáris energia kifejezetten fontos szerepet játszik, úgy, mint a miénkben, a Magyarországon megtermelt villamos energia 50%-át pakson állítják elő. Tehát a, van egy éles konfliktus. Na most én azt látom, hogy azért politikai ez a vita, mert Európa több országában a zöld párt eh, kormányzati tényezővé vált, vagy akar válni. És a zöld pártoknak ez egy ilyen politikai-ideológiai irányvonala, hogy a nukleáris energiát ki kell iktatni. Ez pénzügyileg is, gazdaságilag is, környezetvédelmi is nyilvánvalóan nonsens, de, de ez egy politikai-ideológiai irányvonal, amire ők ráépítik a működésüket. És ha egy országban a zöldek, kormányra kerülnek, vagy a kormány azt akarja, hogy a zöldek is kerüljenek a koalícióba, hát akkor ott bizony a nukleáris energiának annyi. Látjuk ezt most Németországban is, ahol, ha jól emlékszem, 13% volt a nukleáris energia szerepe, most ha ezt onnan kiiktatják, akkor, akkor vagy importálniuk kell, mondjuk Franciaországból nukleáris erőművekben előállított villamos energiát, tehát ezért két mutató ez az egész, vagy iszonyatos mennyiségű pénzt kell költeni mondjuk szélenergiára, ahol még tényleg investálni kell ahhoz, hogy abból egyáltalán energia legyen. Tehát a költségek nőni fognak, a kitettségük nőni fog, de hát most hogy ez nem a mi problémánk abban a szempontból, hogy, hogy ezt nyilván majd a németek eldöntik, hogy ez jó így vagy nem. Kicsit az Unióból visszatérve a végezettől a beszélgetésünkre Magyarországra, Áder János köztársasági elnök úr április írta ki az országgyűlési választásokat. Milyen kampányra számít, hogy a február közepén indul majd a kampány? Kérdezem ezt azért is, mert ön tett arra utalást, bár nem pontosan idézték, hogy várható azt is, hogy, hogy, akár uniós, vagy akár amerikai szinten is lesz véleménye más hatalmaknak, más kormányoknak azzal kapcsolatban, hogy Magyarország hogyan megy a választási kampány. Szóval milyen kampányra számít külügyminiszterként is? Hát nézze, ugye mi itt Közép-Európában élünk, tehát nem a Marsról jöttünk, vagy a Holdról, tehát nyilvánvaló, hogy itt ez egy olyan térsége a világnak, ahol a a nyugatról is, meg keletről is szeretnék, hogyha ha, ha, inkább ők kontrollálgatják a folyamatokat, vagy, sokszor, vagy hát éltünk mi kommunista diktatúrában is, tehát sajnos. Tehát az biztos, hogy, hogy minden irányból nagy érdeklődés lesz a magyar választás iránt. Először is a földrajzokok miatt. A másodszorban pedig azért, vagy tehát még egy ok erre az, hogy, hogy, ugye mi itt egy, egy karakteresen patrióta, a konzervatív, jobboldali, keresztény alapokon álló politikát viszünk, ami sikeres. És ez a nemzetközi liberális mainstreamnek nagyon kellemetlen és kényelmetlen. Mert mi a magunk létezésével és sikerességével be tudjuk azt mutatni, hogy nem csak a liberális mainstream van, pláne nem csak az tud sikeres lenni. És ez, ez nekik hatalmas nagy problémákat okoz, ezért, ezért minket az egész ilyen liberális mainstream világ, beleértve a média elitet, beleértve a nyugat-európai politikai elitet szeretne kívül látni a kormányzásból. És nyilvánvalóan, amikor a külföldi sajtókban, sajtóban jelennek meg rólunk a orbitálisnál orbitálisabb hazugságok, amiket egy helyi olvasó Belgiumban, Hollandiában vagy az óceán túlpartján nem tud leellenőrizni, meg nem is akar, nem is érdekli, elolvassa, rögzül. És ezek a cikkek, ezek az írások, ezek a vélemények nyilván azért születnek, hogy, hogy a mi mozgásterünket beszűkítsék és próbáljanak minket keretek között tartani, vagy próbálnak nekünk nehézségeket okozni. Tehát az ilyen típusú beavatkozásokra szerintem a következő 71 néhány 80 napban számítani kell. Látjuk, hogy nyilatkoznak meg politikusok a világ minden pontján, elmondják, hogy micsoda antidemokratikusak vagyunk, meg milyen jó lenne, hogyha már nem nyernénk, meg stb ezzel számolni kell, hála Istennek a végén nem a nyugat-európai liberális politikusok, nem is a nyugat-európai liberális sajtó, az NGO-k döntik el, hogy ki kormányoz majd Magyarországon, meg milyen irányba megy tovább az ország, hanem a magyar választópolgára. Meglátjuk mindezt a Köszönöm szépen, miniszter úr, hogy elfogadta a megkívásunkat. szépen, hogy máskor lettem. is. Köszönjük, hogy bármikor erre jár, mindig bejön hozzá. Köszönöm szépen. Köszönöm az önök figyelmét, és ezzel a műsorral legközelebb majd hétfőn várjuk önöket, akkor Gáltamás lesz a házigazda. Viszontlátásra.